kerületi testületi ülésünkön megállapítom, hogy Bognár András hiányzik, de jelezte, hogy kicsit késik. Három napi rendi pontunk van, és még mielőtt a napi rendeket elfogadnánk, szeretném elmondani, hogy itt van az ügyvéd úr, és amit ígért a múlt héten a képviselőknek, hogy a írásos jelentését a peres ügyekről elhozta, és a titkárságon van, mindenki majd ott átveheti. A Pátyfalu Közösségért Alapítványnak pedig köszönjük ezt a kis csomagot. Ebbe van az a turisztikai tájékoztató Pátyról, amit az alapítvány támogatásunkból készített. Jó, kezdj csókolom. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a napi rendeket, ezt a három napi rendi pontot. Aki egyetért vele, az nyomja az igent. Nyolc igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Első napi rendi pontunk az óvoda, pátyolgató óvoda kérelme. Demény Erika, intézményvezető beadott egy kérelmet, amiben 1 millió 400 000 forint plusz járulékait szeretne a technikai dolgozóknak adni. Amikor benyújtotta a kérelmét, akkor még abban a hitben voltunk, hogy a készenléti ügyeletnek a pénzéből tudja ezt fedezni, de kiderült, hogy az át lett csoportosítva, és ezért most a jubileumi jutalom terhére következne ez. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Nincsen, akkor aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem nyomja az igent. Jó, nyolc igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, a döntés a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ érdi tankerületével kötendő megállapodásról és a vagyonkezelési szerződésről. Mindenki megkapta az most már az összes mellékletet és a két megállapodás tervezetet. Tisztában vagyunk vele, hogy december 15-éig kell a képviselőtestületnek olyan döntést hozni, hogy átadjuk a érdi tankerületnek az iskola fenntartását. Eddig a mai napig, és még a mai nap is, a PVK üzemeltette az iskolát. A iskolával kapcsolatos szerződések mind a PVK nevére szólnak. Az előzetes tárgyalások alapján a tankerülettel ezért arra törekedtünk, hogy ebbe az átmeneti helyzetbe mindenképpen célszerű lenne, ha a PVK folytatná ezt a tevékenységet, amennyiben a tankerület elfogadja az ő költségeit. Na most úgy tudom, hogy tegnap délután, késő délután sikerült megegyezni valamilyen formában, majd megkérem a igazgatóasszonyt, hogy legyen szíves, üljön ide, és mondjon erről nekünk valamit. Én még annyit szeretnék röviden mondani, aki esetleg nem tudná, hogy a sportpálya az mindenképpen az önkormányzatnál marad. Az azért marad, mert egyszerűen a tankerület nem veszi át. Ezzel együtt nekünk a sportpályát ugyanúgy tovább kell üzemeltetni, és az igazgató asszonnyal abban maradtunk, hogy annak fejében, hogy a gyerekek ingyen használhatják a sportpályát, ennek fejében viszont az önkormányzat, ha
időnként igénybe veszi a iskola bármely helységét, akkor ezért külön nekünk nem kell fizetni. Tehát egy ilyen csere megállapodás lenne. Ez egy kicsit leegyszerűsíti ezt a szerződést. Úgyhogy átadom a szót tankerületi igazgatóasszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ismételten szeretettel köszöntöm Önöket. És látom, hogy az a megállapodás és megállapodás tervezet és a vagyonkezelési szerződés tervezet van Önök előtt is, amit már átnéztünk, véleményeztünk valamennyien. Ennek egyik része az, amiről polgármester úr beszélt, hogy az önkormányzat jelen pillanatban a saját tulajdonában lévő KFT-vel üzemelteti ezt az intézményt. Én tiszteletben tartom az önkormányzat azon kérését, hogy az üzemeltetési feladatot, ami takarítás, sportaszolgálat és karbantartási feladatokra korlátozódik, ezt lássa el továbbra is a PVK. Erre tettem Önöknek a múltkor is ajánlatot, arra is tettem ajánlatot, és a szerződésben, a megállapodásban azt fogalmaztam meg, hogy egy 30 napos felmondási határidővel történjék. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a szorgalmi időszak végéig, ez június 30-át jelent, vagy június 15-ét, amikor véget ér a tanév, akkor már tudunk egymással egy mérleget vonni, az iskola is pontosan látja, hogy a feladatokat el tudja látni a PVK. Látjuk azt is, hogy ez körülbelül milyen költségekkel bír, és gondolok itt én elsősorban azokra az alkalmazottakra, akik jelen pillanatban a PVK alkalmazottai, és szerintem a legnagyobb stressz jelen pillanatban őket éri, azzal, hogy ma már december 8-a van, ha jól emlékszem, és január 1-től az ő munkaviszonyuk az veszélybe kerülhet. Azt is elmondtam a testületi ülésen, hogy amennyiben a PVK látja el továbbra is ezt a feladatot, én nem ahhoz ragaszkodom, hogy hány embert foglalkoztassanak. Én kötök egy korrekt szerződést ezekre a feladatokra. Ezeket a feladatokat kell ellátni, és az alkalmazottaknak sem a képesítését, sem a korát nem fogom firtatni, tehát ilyen módon nem a KJT hatája alá fognak tartozni, és ilyen módon ugye nyugdíjasok alkalmazására is sor kerülhet. Az Önök településén is van olyan probléma, hogy bizony ezekre a munkakörökre nagyon nehéz embereket találni, akár takarítási, akár karbantartási feladatokra, mert hogy ennek egyik oka az is, hogy az állami szféra azért ezeket a munkaerőket nem igazán tudja anyagilag megbecsülni. Valóban beszéltem ügyvezető igazgató úrral a tegnapi nap folyamán, megnéztem a legújabb ajánlatukat is. Én szerintem sikerült nekünk ebben az összegben megállapodni, ami Centár úr szerint is elfogadható, szerintem is elfogadható. A kettőnk közötti, vagy kettőnk között létrejövő szerződésnek ez lehet egy alapja, amivel a PVK, ha nem is nyereségesen, de nem veszteségesen tudja ezt a tevékenységet ellátni, és azt javaslom magamnak és a PVK ügyvezető igazgatójának, hogy fél év múlva térjünk vissza erre a szerződésre, akkor is, hogyha egymással elégedettek vagyunk, és nézzük meg, hogy szükségeltetik ennek felülvizsgálata. Akkor, amikor én ezt az iskolát polgármester úrral és intézményvezető asszonnyal bejártam, akkor
azt láttam, hogy az önök gondos tulajdonosi szemlélete folytán egy nagyon szép 21. századi modern épületet építettek fel iskola céljára, ami azon túl, hogy nevelési oktatási feladatokat is ellát, közösségi célokat is szolgál, maga az iskola épülete is, és az azt körbevevő sportpályák is. Tudom azt is, hogy önök pályázati forrásból megépítették az új sportpályát, a nyáron került átadásra. Polgármester úrral akkor abban beszélgettünk, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy átvegye az Érdi Tangerületi Központ ezt a sportpályát, amennyiben a település erre igényt tart. Maradjon az önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében. Amit én kérek, az az, hogy amikor szorgalmi időszakban és egyéb szabadidős tevékenységek kapcsán a gyerekeknek erre szükségük van, az iskolának erre szükségük van, akkor térítésmentesen használhassák, és azt hiszem, hogy önök pontosan látják, hogy a tulajdonosi jogokat és a vagyonkezelői jogokat is próbáltam én ebben a vagyonkezelési szerződésben és a megállapodásban tiszteletben tartani és figyelembe venni. Az egymásnak való átadás szempontjából is értem ez alatt, hogy tisztán adják át, hogy kártérítési felelősség tartozzon ahhoz, aki éppen használója az intézménynek, illetve a hozzátartozó sportpályának. Jelen pillanatban ez egy alap, polgármester úr jól mondta, 15-éig kell nekünk ebben megállapodni. Én tudom azt, hogy ma 8-a van, és még 7 nap van 15-éig, tehát a döntés az önök kezében van, ezt az időszakot még kitolhatjuk 15-éig. Én csak az önök lojalitását szeretném kérni, mert hogy önöknek csak velem kell megállapodnia, nekem pedig 18 önkormányzattal, és meg kell mondanom, hogy minden önkormányzatonak érzékeny pontja természetes módon az iskola, ezt én önöknek már a múltkor is említettem, hogy a templom és az iskola azok olyan közösségi terek, amelyek az önök szempontjából talán a legfontosabbak, és éppen ezért kérem önöket, hogy ha lehetséges, akkor a mai napon ebben szülessék döntés, annál is inkább, miután elnézésüket kell kérnem, de nekem 10 órára már Zsámbékon kell lennem egy következő megbeszélésen, mert hogy tulajdonképpen szeptember óta készítjük elő ezeket a megállapodásokat, de valahogy minden önkormányzat úgy az utolsó pillanatokra tartogatja, és önökből 18 van, belőlem meg egy van, aki tárgyalóképes ebben a szituációban. Én még örömmel várom az önök kérdéseit, és nagyon szívesen válaszolok rá, és köszönöm azt a gondosságot is, ahogy áttekintették a nyilatkozatot és a megállapodást, és nem utolsó sorban köszönöm a hivatalnak azt a fajta tevékenységet, amit ezek előkészítésével végzett. Még egy dokumentumot fogok majd kérni az önkormányzattól, amit tudom, hogy már feltöltött, ez a táblázatoknak a rendszerre az ingatlannal kapcsolatban, illetve a múltkor említettem önöknek, hogy a leltárt azt én február 25-éig fogom kérni majd a polgármesteri hivataltól, hiszen a beszámoló készítése kapcsán önöknek erre szükségük van, nekem pedig arra, hogy a leltárba vegyem majd január vagy február 25-e után, tehát már az első negyedéves jelentésünkben ez benne szerepeljen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor kérdezem a képviselő urakat, hogy van-e valakinek valamilyen más véleménye, esetleg kérdése. Gábor Ákos, parancsolj. Köszönöm szépen, és köszöntöm az igazgató asszonyt itt körünkben ismét. Azt szeretném kérdezni, hogy amit mi elektronikusan megkaptunk szerződést, az ugye
és ugye kilettek húzva belőle részek, és kilettek potolva, de az igazából általánosságban több iskolával ez a szerződés kötetett? Igen. A másik kérdésem pedig az, hogy ugye most, amit tetszett mondani, hogy mondjuk a következő tanévre vonatkozna ez a szerződés, utána várhatóan akkor a szerződés az újra elbírálásra kerülne, újra tárgyalásra. Hogyha a klik átveszi a dolgozókat, akkor viszont ez egy valószínűleg nem újra tárgyalásra kerül, hanem akkor az önök alkalmazásába kerülnek véglegesen, ugye? Ez a különbség. Köszönöm szépen. Ha megengedi, polgármester úr, akkor én rögtön válaszolok. A PVK-val kötendő szerződésre mondtam én azt, az önök megnyugtatására is, hogy én azt javaslom, hogy miután most kötetik egy szerződést, hosszadalmas tárgyalások folyamán, vagy ajánlok önöknek egy lehetőséget, illetve a PVK-nak, én ilyenkor már nem a szolgáltatási szerződésben én közvetlenül a PVK-val fogok szerződni, hogy azt javaslom, és úgy gondolom, hogy ügyvezető úr ebben egyetért velem, hogy fél évkor vizsgáljuk felül ezt a szerződést, a kettőnk közötti szerződést, ő is akkor már látja a fél évi mérlegből, hogy a PVK számára ez megfelelő szerződése, nem történt-e az ő részükről esetleg ráfizetés, vagy pedig a mi részünkről nem történt-e véletlenül olyan kötelezettségszegés, ami a szerződés felbontását eredményezi, illetve hogy ezzel a szolgáltatással közvetlenül az iskola mennyire elégedett, hiszen miután mondtam már önöknek, én 50 iskolát igazgatok, az 50 iskolából egy a pátyi, tehát napi kapcsolatot nem én tudom tartani az intézménnyel, hanem és a szolgáltatóval, hanem az intézmény vezetője, tehát elsősorban a pátyi gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak kell megfelelni a PVK-nak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sági György. Köszönöm, polgármester, a szót. Én csak arra szeretnék reagálni, hogy ugye most kicsit úgy néz ki az egész, hogy akkor átveszi a PVK-nál marad a takarítás, és a PVK-val kötnek önök egy szerződést. Most én ezzel kapcsolatban a SZEJSZ képviselőtársam alapján egy módosító indítványt. Mi azt szeretnénk, hogy a takarítás és a portaszolgálat az a klikhez kerüljön közvetlen, és így biztosítva ugye a dolgozóknak a munkában maradását, hiszen hogyha a PVK-val kötünk egy szerződést, illetve a klik a PVK-val köt egy szerződést, ezt igen könnyű onnan már kiszervezni egy másik takarító társaságnak, vagy bárki másnak. Tehát itt én úgy érzem, hogy a dolgozók nagyobb biztonságban vannak, hogyha megmarad a... Bocsánat, csak telefonom. Tehát, hogy a kliknél maradjon a takarítás, én ezt javaslom, ezt javasoljuk. Valamint az udvar, az utca rendezés és a karbantartási munkák viszont a PVK-nál maradjanak. És mi erre beadtuk, polgármester úr, egy módosító indítványt, amit ki is osztottuk a képviselőtársainak, hogy én mindenféleképpen azt tudom támogatni, hogy a klik vegye át a takarító személyzetet, annál is inkább, mivel ilyen esetben közvetlen irányítás alatt lennének a takarítónők, ugye, hiszen az igazgató asszony felügyelni a munkájukat, és az igazgató asszonytól várjuk mi el, képviselők, hogy az iskolában rendfegyelem legyen, tisztaság, és éppen ezért egy közvetlen irányítás lenne, szemben azzal, ami most van, egy közvetett irányítás a PVK-n keresztül, ugye. Tehát nincs napi rálátása esetleg a PVK vezetőjének annyira az ott lévő történésekre, és így gondoltuk, hogy beadjuk ezt a módosítót, ha támogatja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bár a tankerület igazgatója elmondta, hogy ebbe a rövid időszakba, ami most számunkra van, ebbe nem tudjuk megoldani ezt a fajta változatot, mivel itt az embereknek felmondási idejük van, és egész más
szervezést igényelt volna. Mi azért gondoltuk azt, hogy a PVK ebbe az átmeneti helyzetbe, ez a következő mondjuk fél év, mivel eddig is kiválóan végezte ezt a feladatot, ebben az átmeneti helyzetben mindenképpen célszerű volna, ha a PVK folytatná, és mivel a tankerület és a PVK meg tudott állapodni, tehát ennek különösebben akadálya nincs. Én úgy látom, hogy ez a megoldás lenne most per pillanat a jó. Természetesen, hogyha a fél év alatt kiderül, hogy mégsem működik, mert esetleg az a pénz, amit a tankerület fizet, abból nem tudja megoldani a PVK, vagy más problémák jelentkeznek, akkor lehetőség van rá akár a fél évben, akár 30 napos felmondással meg lehet ezt szüntetni. Most biztos, hogy nem lehet ezt megváltoztatni. Monostori Ernő parancsolja. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ebben a témában, mármint a tankerülettel való megállapodás témájában az elmúlt hónapban történtek bizonyos részleges cselekmények. Én azért mondom egy hónap, mert az első legális, de az is titkos megbeszélés volt. November 9-én volt a polgármester úr szobájában, ahova én, mint pénzügyi bizottság elnök nem mehettem be. Azóta jöttek, mentek a papírok. Pénzügyi, meg aztán másik bizottsági ülést is kellett tartani, mert mégiscsak SNASZ bizottsági ülés nélkül ugye ezt ügyet tárgyalni. Összefoglalva azt mondanám, hogy amit én ebben a témában képbe kerültem és megtudhattam, az igazgatóasszonynak köszönhető. Ugyanis az a megtiszteltetés ért, hogy kérésemre az ő irodájába bemehettem, és ott bizonyos tájékozódást kaphattam, és tényleg bizonyos kérdésekben előttem kitisztultak a dolgok. Igazgatóasszony volt az, aki 24-én a testületülésünkön itt volt, és mindnyájunkat képbe hozott, hogy végül is tulajdonképpen miről is van szó ebben a megállapodás csomagban, és mi az, amire figyelnünk kell, úgyhogy eligazítást kaptunk. Tőle kaptuk meg először azt az anyagot, amilyen korrektúrás anyag volt egy hétvégén, mert itt ugye a hivatalban valahol elkalódott a kulcsanyag, és így vizuálisan is láthattuk, hogy miben formálódik a tanakodás. Innen a hivatalból, illetve a polgármester úton, mint előterjesztőtől tegnap 3 órakor kaptunk egy anyagot, amiben elektronikusan megkaptuk ezt a köteget, és tegnap este ezt kellett volna egyeztetni, különösképpen a két megállapodást, így darab-darab, szóról-szóra, hogy most végül is az eddig általunk ismert korrektúrázott anyagok köz képest, ez most az, ha az, akkor mennyiben nem az, hol került módosításra. Tehát ez lett az előterjesztés sora, mármint az anyagoknak a sora. Most maga az előterjesztés, láttam, hogy 3 oldal, gyorsan magam elé kaptam elektronikusan tegnap este, hogy na végre valami állásfoglalás született a előterjesztő részéről, hogy mit miért csinálunk. Az előterjesztésről tudni kell, hogy gyakorlatilag egy rakás jogszabályidézet, és utána 3 határozati javaslat. Az első határozati javaslat az arról szól, most egy mondatban, mert ez ugye dodonai szöveg, hogy a mellékletben lévőt elfogadjuk megállapodást. A második határozati javaslat, hogy a mellékletben lévő megállapodást elfogadjuk. És előjött egy harmadik javaslat, tehát magyarul nem mond semmit, hogy mit is akarunk és miért. A harmadik javaslat pedig az, hogy körülbelül ebből az alkalomból, megint nem lehet tudni milyen összefüggésben, toljunk oda 3,5 millió forintot a PVK-nak. Ugye ez meg aztán derültékből villámcsapás, mert erről még szó sem volt. Most sem az előterjesztés felvezetése kapcsán, hogy mi ez a 3,5 millió. Na most ilyen körülmények között szoktam én azt mondani, hogy ez nem tárgyalható, vegyük le napirendről, stb.
itt van egy állatorvosi ló, hogy hogyan nem kell előterjeszteni, hogyan nem lehet, lehetetlen helyzetbe hozni egy testületet a döntése előtt, hogyan nem szabad vezetni egy községet. Ennek ellenére én most nem ezt az irányt képviselem, hanem afelé szeretném a képviselőtársaimat meggyőzni, hogy ebben az esetben tegyük túl magunkat ezeken a dolgokon, és próbáljuk nem ellehetetleníteni ezt a megállapodást, legyen megállapodás a tankerülettel, és ez a rendszer beinduljon és működjön. Bízunk abban, hogy a kormányzat a jógazda gondosságával kezeli majd a mi vagyonunkat. Örüljünk annak, hogy a kormányzat, az önkormányzat terheiből egy másik részt átvállal ezeknek az intézményeknek a működtetésével. És valamelyest gondolkodjunk el azon, de ez most még azért kerüljön majd napirendre, hogy mi ez a 3,5 millió, és miért kell adatolni a PVK-nak. A kérdéseim a jelenlévő illetékesekhez, először igazgatóasszonyhoz. Itt ilyen félrejthető módon került megfogalmazásra, nem ön által, hanem polgármester úr által, hogy a Klik nem hajlandó átvenni a sportpályát. Én ezt úgy hallottam és leírtam, hogy a Klik, illetve a tankerület, elnézést, a tankerület nem hajlandó átvenni. Én azt a megfogalmazást írtam most fel, hogy nem ragaszkodik ahhoz, hogy átvegye. Ez nem ugyanaz. A kérdésem, amennyiben a leegyszerűsítve az iskola főbejáratánál onnan a járdától a sportpálya hátsó, leghátsó sarkáig, így az egészet vagyonkezelésbe veszi a tankerület, abban az esetben, most kicsit zárjelbe téve a takarítás témáját, abban az esetben miben korlátozná a mi sport használatunkat ahhoz képest, ami itten elképzelés volt, és hát nyilván nem a tan időben akartuk eddig se, hanem utána. Tehát lehetne ez a szolgáltatás esetleg korlátozott ahhoz képest, hogy mit csinálunk mindent. A másik kérdésem meg ez a bizonyos utalás a szerződésbe, de most nem lett kiküldésre, de szerencsére elhoztam a masinát. Van egy ilyen utalás, nem a megállapodás, hanem a vagyonkezelési szerződésben. Megmondom, hogy melyik oldalon. Most elment. Hogy a pillanat. Tényleg nem kaptuk meg a papírom most, de a ötödik oldalon, középen, itt arról van szó, hogy az önkormányzat, az iskolát, stb. Tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 2012. május 24-én megkötött együttműködési megállapodás fenntartási idejére, ez csak egy gondolat jelképben van pöttyentve egy nagy bekezdésbe. Tehát úgy tűnik, hogy arra hivatkozással, hogy itt az MLS-szel valami történt, erre hivatkozással valamit nem lehet csinálni. Kérdésem erre vonatkozna. A másik kérdésem, tehát az első az, hogy miben korlátozná a tankerület, hogyha az ő vagyonkezelésében van a pálya a mi használatunkat. A másik pedig az, hogy ez számomra nem egyértelmű, sőt, nagyon kérdéses, hogy az MLS-szel való megállapodást nem lehet átszedálni az államra, és ez itten valami hivatkozási alapot teremthet-e. Egyáltalán meddig, mert ugye nincs itt fenntartás idejére, meddig lenne ez az idő. Ez számomra itt nem világos, és hát ha igazgató azt, hogy bár ez nem az ő úgymond sara, hát ha tud felvilágosítást adni. Most akkor Centár úr felé is föltennék egy kérdést, ezt az ominózust, hogy ez a 3,5 millió, amit most itt megszabadásra vár,
3,4 millió. Hogy pontosak legyünk, ez tulajdonképpen miről szól, mi a célja ennek az összegnek, egyáltalán elége? Biztosan elég? Ebbe bent van az a ár és amit esetleg a általunk biztosított takarítás önköltsége és a szolgáltatásért fizetett tankerületi díj között ti rész. A sportpályának a fenntartásával kapcsolatosan? Tehát a kérdés, mi ez a 3,4 millió? Ezt nem lehet megfogalmazni, hogy, vagy meg elfogadnunk, hogy nincs róla szó. Tehát magyarázza meg, hogy mi ez az összeg, mire elég, és hát egyetlen elége. Köszönöm szépen, és utána meg még majd visszavenném a szót. Köszönöm, de mivel a igazgató asszony is elmondta, hogy neki 10-re el kell menni, nekem is, ezért én szeretném, ha mindenki megpróbálná röviden a lényeget elmondani. Rögtön arra válaszolnék, hogy ez a hármas határozati javaslat arra vonatkozott, tegnap délután még, amikor kiküldtük az anyagot, hogyha a tankerülettel nem tudott volna megegyezni a PVK, akkor nekünk ennyivel kellett volna kiegészíteni, hogy ugyanazt a tevékenységet, amit idáig végzett, ugyanazt tudja tovább csinálni. Időközben ők megállapodtak, és ezért a harmadik határozati javaslatot föl sem fogom tenni szavazásra, mert nincs már értelme, mert a tankerület kifizeti a PVK-nak azt az összeget. Nem tudom, hogy megnéztétek-e ezt a táblázatot, amit kiküldtünk a PVK-nak. Neki ott a legfelső részen, hát én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, azokat pont nem, mert az mind olyan melléklet, ami teljesen független attól, hogy mi milyen döntést hozunk. Tehát ezen az első táblázaton volt a PVK-nak az első ajánlata. A második ajánlata, miután már egyeztetett a tankerülettel, az a középső, és annál, hogyha az eredeti ajánlatokat nézzük, akkor kellett volna kiegészíteni. Közben meg tudtak állapodni, ezért az önkormányzatnak ezt már nem kell. Ezt csak azért mondom, mert ugyan te azt várnád, Ernő, hogy itt hónapokkal előtte kapjál egy teljes anyagot, de itt szinte órákba lehet számolni azt, hogy mindig változik valami, és ezt folyamatában kell figyelni, és olyan döntést kell hozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű helyzet, ami most van, így, hogy a tankerület és a PVK meg tudott állapodni, így az önkormányzatnak ilyen szempontból semmilyen külön döntése nem kell, hogy legyen. Tessék, igazgatóasszony, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Képviselő úrnak szeretném mondani itt az alkalmazottak tekintetében. Módosító javaslattal tetszett élni, nem az én tisztem, hogy befogadom vagy nem fogadom. Én annyit tudok önöknek javasolni, illetve azt garantálni önöknek, hogy a PVK-val kötendő szerződésben, ha önök számára ez megnyugtató, akkor én azt belefogalmazom, hogy amennyiben a PVK-val a szerződésünk megszűnik, hogy a dolgozók részére az átvételre ajánlatot teszek. És azért nem, mert megfogalmazhatom azt is, hogy átveszem a dolgozókat, de ha valaki azt mondja, hogy nem szeretne átjönni, akkor őt erőszakkal nem lehet erre. De az, ha garanciát jelent önöknek, hogy én ajánlatot teszek, és amelyik dolgozó úgy dönt, hogy a mi szervezetünknél szeretne későbbiekben tevékenységet végezni, ő neki a munkavégzését biztosítom, ha akkor én ezt fel tudom vállalni az önök megnyugtatására is, és a dolgozók megnyugtatására is. Elnök úr kérdezte itt a sportpálya kérdését. Én már a
az előbbiekben elmondtam, hogy valóban végigjártam azt a részt. Tudom, hogy pályázati összegből készült, és tudom, hogy az önkormányzatnak különösen kedves, és a fenntartási időszakban van. Azt a pályázatot, amelyiket az önkormányzat szeretne átadni számunkra, és az iskolával kapcsolatos pályázat, én azt mindet átveszem, ha az önkormányzat adja. Ha önök úgy döntenek, hogy ez egyébként és arra célra épült, ugye, hogy települési és iskolai feladatokat lásson el, itt úgy gondolom, polgármester urat az vezérelte, hogy elsősorban településnek is adja meg azt a lehetőséget, amit meg kell adnia. Ezért került ez ilyen módon megállapításra, hogy akkor az maradjon önkormányzati tulajdon, és nem lépek bele a fenntartási időszakba ebbe a pályázatba. Nem korlát egyébként, ha átvenni a tankerületi központ a sportpályákat, akkor is él az a fajta jogszabály, ami azt mondja, hogy amikor önkormányzatnak szüksége van arra a területre, és a szorgalmi időszakot, a tanítást nem zavarja, akkor azt az önkormányzat számára térítésmentesen biztosítja, egyéb egyesületek számára pedig bérleti díjat állapít meg. Vannak olyan sportegyesületek, amiket az önkormányzat úgy támogat, hogy térítésmentesen biztosítja számukra a sportpályának a használatát, mint ahogy a tornaterem használatát is. Miután előtte még nincsenek itt ezek a szerződések, hogy milyen élő szerződések vannak, bérleti szerződések az iskolára vonatkozóan, ezért nem tudom mondani, hogy ez mennyi szerződést akar, akivel az önkormányzat térítésmentes megállapodást kötött, de itt mindenképpen az önkormányzat helyébe lépek, és továbbra is biztosítani fogom a térítésmentességet. Azzal, amivel kiegészítettem ezt a megállapodást, hogy a teljes személy és vagyoni kártérítés, illetve felelősség terheli azt a szervezetet, aki adott időszakban használja bármelyik területet. Az önök által, vagy önök előtt lévő anyagot én nem kaptam meg tegnap, tehát én nem hasonlítottam össze a kettőt, nekem még az van, amiből én kihúztam, valószínűsíthetem, hogy mind a kettőben ugyanaz van, csak korrektúra történt. Aláírás előtt én mindenképpen ezt azért szeretném mélységében áttekinteni. Hát valószínűsíthetem, hogy természetesnek tartom, hogy csak éppen olyan állapotba került, ami aláírható állapot, és kikerültek belőle a kihúzottak, és amiket én átküldtem önöknek, annó két hete éjszaka pirossal jelöltem be azt, amivel szerettem volna kiegészíteni. Én minden önkormányzattól azt kértem, hogy amikor nekem visszaküldik, hasonló módon jelöljék, hogy én nekem ne kelljen megint csak pontról pontra összehasonlítani ezeket. De megnyugtatom önöket, hogy nem önök az egyetlen önkormányzat, akikkel többször kell egyeztetnem. Én tegnap éjszaka is éppen egy önkormányzati anyagot bogaráztam végig, mert ez mondjuk nagybetűvel készült, és ezért van hosszadalmasabb a megállapodás, de amit én tegnap éjjel kaptam, az kisbetűs, csak éppen a 14 oldal helyett 57-ben fogalmazták meg az egy-egy megállapodásnak a szövegét. Tehát ezért kértem én is az önök türelmét, és azt is kérem szépen, hogy vegyük figyelembe mindannyian, hogy többször elmondtam már, nem a Mózes kőtábláját fogjuk most aláírni, tehát ezek egyébként módosításra kerülhetnek bármelyik fél kezdeményezésére, de mindenek előtt én, amit aláírok, azt előtte át szoktam nézni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igazgatóasszony, szeretném megnyugtatni, hogy az, amit ön küldött, javítva, az lett úgy most kihagyva azok a részek, amikbe belejavított, szóra minden ugyanaz, de majd nyilván ezt
majd le lehet ellenőrizni. Sági György. Köszönöm szépen. Az egyeztetéssel kapcsolatban, hát igazán nem egyeztetett a képviselőtestületen túl sokat ebbe az ügybe. Általában döntéshozatalra hozták be az anyagot. Ezt kaptuk meg tegnap este, döntéshozatalra. Tehát ez az egyeztetés, amit egyeztetésnek tetszenek nevezni. Tehát ez nem egészen az, amire én gondolok, mert esetleg testületi ülésen kívül, vagy bizottsági ülésen lehetett volna egyeztetni. Na ez maradt ki. Érdekes módon, hogy a PVK az rendszeresen jelen volt ezen a tárgyaláson, a képviselőtestület delegáció, annak soha nem volt jelen. Úgy, hogy a monostori képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke elment, nem lett beengedve. Hát éppen ezért állunk egy kicsikét most tudatlanul itt ebben az egészben, hogy hogy is van ez, hogy a PVK egyeztet a klikkel, és a tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja, és bejön 3,5 millió forint, hogy a PVK-t ezzel támogassuk meg, úgyhogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalta ezt az egészet. Az SMS-ről meg ezt írja, hogy a pénzügyi dolgokat a pénzügyi bizottságnak tárgyalni kell. Pont a múlt héten voltunk a jogtudóri edzőnk által kioktatva, hogy tartsuk magunkat az SMS-hez. Mert most azt látom, hogy az SMS-t lesöpörjük, és akkor behozok 3,5 millió forintot. Tehát minket ez irritál egy picit. Én támogattam egyébként az iskola átadását, de én csak azzal a feltétellel tudom elfogadni, hogy a takarító személyzet és a portaszolgálat most kerül át a klikhez, bízván egyébként az ilyen szavaiba, de hát ugye az élet az produkál bizonyos dolgokat, tehát én elfogadom az ő véleményét, de mindenféleképpen azt szerettem, hogy a PVK csak a karbantartást, ahogy a módosító indítvány is ment van. Azt lássa el, takarítja a személyzetet és a gondolkiállást, pedig a klik vegy át most. Köszönöm a szót. Szeretném neked elmondani, hogy az előbb már elmondtam, hogy ez a harmadik határozati javaslat csak akkor lett volna, ha nem egyezik meg a PVK tankerülete. Ez tegnap este megtörtént, úgyhogy ezt nem is fogom föltenni szavazásra. Tehát erre hivatkozni, hogy most 3,5 milliót akarunk, nem adunk. Nem hoztam be, bocsánat, tegnap délután még ez a lehetőség fennállt. Akkor is eldöntheti a testület, akkor eldönthette volna, hogy ezt megszavazza, vagy nem szavazza. Azóta megváltozott a helyzet, és nem kell ilyet. Most erre hivatkozni, hogy mégiscsak kéne, hát én nem tudom, jó lenne, ha egy picit figyelnétek. Én vagyok az előterjesztő, de most mondom harmadszor, hogy tegnap délután ez még fönnállt. Ma már nem áll fönn. Ha valaki ezt meg tudja érteni, akkor jó. Somogyi Farkas Tamás. Én csak azt szeretném mondani, hogy itten többször elhangzott egy módosító indítvány, vagy van egy módosító indítvány, én nem tudom, miről van szó. Ha erről van szó, akkor ezen se dátum, se hogy melyik ülés melyik napi rendjéhez. Nincs jegyzői vélemény. Én ezt el sem olvastam, mert ezt én nem tartom így, hogy van. Ha már beszéltünk, hogy minta példája testületülésnek, akkor ez pedig a minta példája az, hogy hogyan nem adunk be egy módosító indítványt. Köszönöm szépen. Egyébként szeretném elmondani, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta. Tehát arra hivatkozni, hogy a bizottságok nem tárgyalták, ez nem igaz, mert a pénzügyi bizottság tárgyalta hétfőn. Nem a 3,5 millióval, az a 3,5 millió az a tegnap délutánra jött ki, hogyha amennyiben a tankerület és a PVK nem, hát akkor... Konkrétan a 3,5 milliót nem, de a bizottsági elnök úr tett egy olyan javaslatot, hogy a különbözetet amennyiben kell, akkor az támogassa a testület. Persze ezen lehet még rágódni, de ne azt hiszem, hogy ennek nincs sok értelme. Vendég, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én kétszer kaptam meghívást a pénzügyi bizottság ülésére, köszönöm szépen. Mind a kétszer sajnos olyan alkalom volt, és olyan későn kaptam meg, amire nem tudtam eljönni. Viszont felajánlottam elnök úrnak mind a kétszer, hogy az időszakban, ami 8 és 9 óra között van, én ott vagyok a telefon végén, és akkor éppen arra fogok figyelni, hogyha a pénzügyi bizottságnak van kérdése, akkor én telefonon tudok önöknek bármilyen kérdésre választ adni, csak miután 9 órától már előre egyeztetett megbeszéléseim voltak, ezért elnézésüket kérem, hogy a bizottsági ülésen nem tudtam részt venni. Köszönöm. Köszönöm. Gábor Ákos. Köszönöm szépen.
Nekem kérdésem lenne, az igazgató asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy ezt az ajánlatot, ezt megtesz, belefoglalhatjuk-e a szerződésbe egyrészt, hogy az adott munkabéren venni át, ugye az idők változnak, ki tudja, ki fog akkor ülni, hogyha egy-két év múlva lesz ez a változás. A másik a PVK ügyvezetőjétől, mivel nem értesültünk ezen tárgyalások eredményéről, én azt szeretném kérdezni, hogy a teljes költségét lefedi a klikkel kötött, vagy a tankerülettel kötött megállapodás, tehát effektíve nem kell a PVK-nak pótlólagos költségvetést készíteni majd egy másik rubrikára, hanem ezen megállapodáson, még részleteiről, ami nem vagyunk tájékoztatva, ez azt akarja-e, hogy a teljes költséget átvállalta a tankerület. Köszönöm. Igen, Laci. Az nem oda, ahhoz a mikrofonhoz kell. Tehát a múlt hétfőn volt, ha jól emlékszem, bizottsági ülés, abban formálisan feladatot kaptam arra vonatkozólag, mert szinte már ott el is hangzott az, hogy különbség keletkezik a klik által akkor legkorábban fölajánlott fenntartási összegek és a jelenlegi fenntartási összegek között. Mutassam ki. Ezt mutattam ki, kedden átküldve a hivatalba, ebbe a táblázatba. Hogy aztán az hogy lett beemelve az előterjesztésbe, azt én nem tudom. Ez a táblázat elkerült a Mártához is. Tegnap délután kaptam egy telefonhívást, addig vártam, mert tudtam, hogy mi fog történni. A telefonhívás kapcsán pedig egy hosszantartó tárgyalás után a telefonban megegyeztünk arról az összegről, amely tartalmazza a dolgozóknak a humánbérét, tartalmazza a tisztítószereket, tartalmazza a bizonyos mennyiségű karbantartási csavar és ilyen költségeket. Tehát a járulékokkal és mindennel is az áfát. Igen, igen, főleg az, hogy az áfával együtt értelmeztük most már mind a ketten azt az összeget, amiben mi meg tudnánk majd állapodni azután, miután a testület dönt, hogy hogyan tovább. Tehát azonos állásponton vagyunk. Mi abból az összegből remélhetőleg a 6 hónap próba idő alatt, ha úgy érzem, meg tudjuk nézni, hogy tudjuk-e ugyanígy működtetni, mint ahogy idáig működtettük az iskolát. Tehát tartalmaz jelen pillanatban minden olyat, ami a kérdésed feltetted. Jó, köszönöm szépen. Szabó István. Igazából engem az érdekelne, hogy valóban a takarítónőkkel kapcsolatban, hogy kerülnek-e rosszabb pozícióba, ha itt maradnak, vagy hogyha átkerülnek. Tehát magyarul itt ugye kafetériát például nem említett senki, ugye eddig úgy tudom, kaptak kafetériát, most ezután megkapják a kafetériát, vagy nem. Ha átkerül a klikhez, ugyanezzel a bérrel kerül-e át, illetve megkapják ott is a kafetériát, és így tovább. Tehát a bér pozícióját, vagy a jövedelem pozíciójára vagyok kíváncsi a dolgozóknak. Tehát most ugye róluk vitatkozunk, és ugye ez most itt a fő kérdés, hogy akkor most mit. Egyben csak annyit szeretnék bejelenteni nekem, 10 órakor Daköv közgyűlés van Dabason, úgyhogy legkésőbb 9 óra 10 perckor el kell mennem. Köszönöm. Nyomd ki. Ja, azt bocs. Igen. Laci. Tehát természetesen, de van, igen, hát ez az összeg tartalmaz minden olyan összeget, amely idáig is megkaptak a dolgozók, tehát a járulékokat, a kafetériát, mindent. Sőt, úgy számoltuk, hogy az a kötelező minimális emelés, ami január 1-től életbe lép Magyarországon, az ebbe benne van. Tehát tartalmazza. Igen. Igazgatóasszony, parancsol. A alpolgármester urat megnyugtatja. Én nem vagyok közgazdász, éppen ezért mindent kiszámolok, és mindig a dolgozók érdekét nézem. És amikor tárgyalásokba bocsátkoztunk, akkor ugye nekem 8 dolgozót kellene átvennem az iskolától, tehát én amiatt is kalkuláltam a béreket. És amikor itt ügyvezető úrral beszélgettünk, akkor az ő általa fölajánlott, vagy javasolt bérek, amit végül is én elfogadtam, az 53.750 forint per főben keresendő, 8 dolgozóra. Én úgy gondolom, hogy önök ugyanúgy ismerik a minimálbéreket és a garantált minimumot, tehát ez az összegnek tartalmaznia kell ezt a
ezeket a juttatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy látom, nincs több hozzászólás, de van. Bognár András, parancsolj. Köszönöm, az orpolgármester úr. Mikrofon. Köszönöm, az orpolgármester úr. Szeretnék néhány gondolatot elmondani a Pátyi Református Egyház története című kiadványból, amelyet minden pátyi családnak ott kellene lenne a könyvtárába, de hát csak 1000 példányba készült, úgyhogy ez így nem valósult meg. Kérem szépen, 1783-ban Kerhi Mihály tisztetes úr idején, aki a templomi építő volt, már volt iskolai rektorunk. 1853-ban épült Győri József tisztetes úr szolgálata idején iskolai rektorunk volt, a nagyiskolának nevezett református népiskola. Lati, de jobban tudod, a katolikus elemi népiskola 1800-valamikor már állt a faluba. Több mint 100 éves az óvodánk. Kérem szépen, ezek alapján úgy gondolom, hogy itt kellene állni az utcán a presbitérium minden tagjának, meg 1000 embernek, hogy az iskolát már pedig nem adjuk. Mert kérem szépen, ezt egyszer már elvette egy hatalom, most elveszi egy másik. Ez a pátyiak iskolája, a pátyiak lelke, mert akinek nincs 30-40 generációra visszamenőleg halottja a pátyi temetőbe, az nem tudja, hogy mit jelent az iskola. És én az iskolát nem adom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sági György. Csak szeretnék reagálni a Somogyi képes a társadalomnak a véleményére. Én megértem, hogy ilyen véleménye van, hiszen igazán keveset jár köztünk a hivatalba, tehát nincs igazán kép a képviselőtársaságban sajnos. De azt, hogy a jegyzői véleményezés nincsen ezen az előtte, a módosító indítványon, hát nem értem, hogy miért kell a jegyzői módosító indítvány ahhoz, ami egyébként jogom van képviselőtársaságnak úgy dönteni, hogy a Kliknek adom oda a dolgozókat, vagy a PVK-nak. Hát ehhez aztán nem kell semmiféle IQ-bajnoknak lenni, semmiféle doktori végzettségnek, hogy ezt eldöntse a képviselőtársaság, ezt nem a jegyző dönti el. Sajnos a jegyző véleményére nagyon sok esetben nem is igazán tudok adni, hiszen nem mindig az ő véleményét fogalmazza meg jegyző úrunk, hanem az ő főnökének a véleményét, adott esetben a polgármester úr véleményét, úgyhogy ebben az esetben jegyzőnek nem hiszem el, amit sokszor véleményt alkot ügyekről. Nem azt mondom, hogy nem minden, tehát nagyon sok esetben elhiszem, de nem minden esetben. Láttuk ezt a múlt héten is. Köszönöm a szót. Köszönöm, Veres Erika, a jegyzőasszony. Természetesen a képviselőtestület olyan döntést hoz, amilyet szeretne. Ebben a kérdésben az ő döntése a mérvadó. Ugyanakkor azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma december 8-a van. Ez azt jelenti, hogy január 1-ével dolgozókat átszervezni munkajogi következmények nélkül nem lehet. Tehát azért ezt vegyük tudomásul. Ugye időben meg kell kapni a munkavállalónak az átszervezésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást, azt vagy elfogadja, vagy nem fogadja. Ha a jogszabályi határidőket ezekben az esetekben nem tartjuk meg, munkaügyi bíróságra mehet, hiszen nem köteles ezeket elfogadni. Tehát azt gondolom, hogy január 1-i hatállyal ez nyilván jogszabályszerűen nem tehető meg, tehát vállalni kell ennek a munkajogi következményeit. Ez az egyik. A másik, amit el kívánok mondani az előterjesztésekkel kapcsolatban, hogy kicsit úgy érzem magam, mintha ilyen tudatzavaros állapotban lennék. Én is itt voltam azon a bizonyos testületi ülésen 2 héttel ezelőtt, ahol 8 órán keresztül sikerült egymás idejét kvázi rabolnunk, de nagyon hasznos megbeszélésekre, meg dolgokra derült ott fény az iskola átadással kapcsolatban. Ott minden képviselő szembesült azzal, hogy mi az a szerződés, ami most körvonalazódik. Ott különösen a hivatal szintén említve volt, mint már mindig, tehát bármilyen összefüggésben, hogy nem megfelelő az előkészítés, mert nincsenek ott a mellékletek. Akkor is itt elhangzott, hogy a mellékletek
kvázi technikai dologról szólnak, tehát nyilván a képviselőtestület abban nem fog dönteni, hogy a 35 székből 34-et fogunk átadni, hiszen az iskolai leltár tartalmazza, vagy azt, hogy az iskola épületnek mondjuk más a helyrajzi száma, és azt nem adjuk. Tehát ezek technikai jellegű táblázatok voltak, ott ez elhangzott, tehát abban érdemi döntés nyilván a testület nem fog tenni, adottak ezek a körülmények. Most mellé tettük a rendelkezésre álló táblázatokat. Most ez a probléma, hogy azt a képviselő úrnak mindet meg kellett tanulni. Hát én azt gondolom, hogy a mellékletekbe szereplő leltárt nem kell mindenkinek megtanulni. Azt nyilván még az iskolában sem tudja mindenki, hogy pontosan hány darab, milyen leltári számú eszköz van. Akkor szembesült a képviselőtestület azzal, hogy a megállapodás tartalma micsoda. Megkapta ugyanezt a megállapodást ugyan korrektúrázva, mert korrektúrákkal a könnyebb eligazodás érdekében, de most már letisztázva a hivataltól. Ez két héttel ezelőtt volt, én azt gondolom, egyik képviselő sem volt abban akadályozva. Itt az igazgató asszony nagyon készségesen kifejtette, hogy ő mindenkinek a szívesen fogadja a képviselőket, ahogy Monostori úr mondta is, fogadta őt is. Tehát ebben bármelyik képviselő megtehette volna, hogy tájékozódik az igazgatóasszonytól, vagy akár itt a hivatalba. Hozzám ez irányba nem érkezett képviselői kérdés, hogy erről beszéljünk bármelyik képviselővel, gondolom, hogy az igazgatóasszonyt többen megkeresték. Nem gondolom, hogy a hivatal feladata az, hogy a képviselőket felszólítsa arra, hogy üljenek le tárgyalni, vagy akár gondolkozni. Én azt gondolom, hogy itt a képviselők között ez a beszélgetés, vagy az előterjesztések véleményezése ezt folyik, tehát nem hiszem azt, hogy ebben bármit is hibáztunk volna. Köszönöm. Köszönöm. Gábor Ákos. Megkérném a képviselő urat, hogy akkor szóljon, amikor szót adok, jó? Köszönöm szépen. Ákos. Én nem szándékozom a mellékletek hiányára panaszkodni, mert nem szándékozom, és nem is azt gondolom, nem ez a lényeg. Én nekem az egész tárgyalás folyamatában van egy problémám. Tehát az, hogy itt most valaki vagy valakik eldöntötték, hogy milyen irányba egyezkednek a tankerülettel, majd a PVK-t belevonva egyezkedtek egy irányba, és utána azt ide elénk teszik, hogy akkor most döntsük el, hogy elfogadjuk ezt a döntést. Én azt gondolom, ez nem egy jó mentalitás. Tehát először a képviselőtestületnek el kellett volna dönteni, hogy milyen irányba tárgyaljon a tankerülettel, és ennek megfelelően kellett volna bevonni a PVK-t. Én azt gondolom, fordítva ülünk ezen tárgyaláson a lovon, mert igenis először a képviselőtestületnek határozni kellett volna, hogy milyen feltételekkel adja át a tankerületnek az iskolát. Ez nem történt meg. Valakik eldöntötték az irányt, és hetek óta alkudoznak abba az irányba, amit eldöntöttek, és most a képviselőtestület döntse, vagy fogadja el azt, amit valakik eldöntöttek. Nekem ezzel van a problémám, és azt gondolom, hogy ez nem a helyes irány. Tehát az kellene legközelebb, hogy foglaljunk állást mi képviselőtestület, hogy milyen irányba, vagy hogy milyen feltételekkel adjuk át az iskolát, és ezekkel a feltételekkel tárgyaljunk a másik féllel. Azt gondolom, ez lenne a helyesebb mentalitás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak annyi megjegyzést szeretnék tenni, hogy eddig a PVK végezte ezt a tevékenységet. Ezért gondoltam azt, hogy ez az irány jó, mivel a PVK iskolával kapcsolatos munkájával semmilyen probléma nem merült föl, sőt, mondhatom azt, hogy a PVK-nál jobban sajátjának nem érezte senki még az iskolát, ezért tényleg ami ott fölmerül probléma, a PVK azonnal megoldja. Ezért gondoltuk azt, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet most egy teljesen más rendszerbe működtetni. Lehet majd, egyetértek a képviselők, akik fölvetik azt, hogy esetleg kerüljön át a klikhez, de most biztos, hogy nem lehet. Tehát ami... Igen, ez igaz, csak annak a vonzatát is nézd meg, és vállalja mindenki a felelősségét annak, hogyha most azt mondja, hogy igenis január 1-től adjuk át, akkor annak a különböző munkajogi vonzatával együtt, hátrányával együtt kell vállalni ezt. Nem értem, hogy miért nem lehet azt, ami eddig jól működött, azt most egy pár hónapra feltételesen, hogy tovább működjön, és amennyiben az új helyzetben ez nem felel meg, akkor még mindig lehetősége van a testületnek arra, hogy változtasson.
Az, hogy most felelőtlenül január 1-ével csak azért, mert nem tudom miért nem tetszik a PVK munkája, ezt én nem tartom elfogadhatónak. Én úgy gondolom, hogy a PVK nagyon korrekt és nagyon normális munkát végez az egész faluba, nem csak az iskolába, és utána még mindig néhány hónap múlva megteheti a testület, ha úgy látja, hogy ez így nem jó, akkor majd változtat rajta. Gábor Ákos. Köszönöm szépen. Hát igen, polgármester, én egyetértek veled, hogy nagyon jól működik ez, és miért kell ezen változtatni? Én azt gondolom, nem mi döntöttünk úgy, hogy ezen változtatni kell. Nagyon régóta működik, mi üzemeltettük az iskolát, valakik úgy döntöttek, ezen változtatni kell. Ez egy új helyzet, ehhez alkalmazkodnunk kell. Tehát én azt gondolom, hogy nem mi hoztuk létre ezt az új helyzetet. Az, hogy a takarítók maradjanak, pontosan azért azt gondolom, mivel a takarítók helyi takarítók és nagyon jó munkát végeznek az iskolába, ezért van az némi aggodalom bennem is. Ezzel a pár hónapos próbaidőkkel láttunk mi már ilyet, és láttunk mi már olyan átszervezéseket, hogy majd mégis meg kell versenyeztetni egy adott szolgáltatást, hiszen itt most ugye nem arról beszélünk majd, hogy a saját dolgozói lesznek, ahol esetleg egy munkaügyi jogviszony áll fent, ahol esetleg munkaügyi bírósághoz fordulhatnak majd a dolgozók. Ez egy szolgáltatási szerződés. Ha a tankerület, ne adj Isten, úgy dönt, akkor egész egyszerűen felbontja ezt a szolgáltatási szerződést. Szerintem pontosan a dolgozók érdekét szolgálhatja az, hogy ők takarítsanak, és a falu érdekét, hogy ezek a dolgozók takarítsanak ott. Az, hogy ilyen kései és munkaügyi vonzatokkal fenyegetnek, megismételni tudom csak magam, nem most kéne erről tárgyalni a képviselőtestületnek, hogy milyen irányba egyezkedjünk. Köszönöm szépen. Monostori Jelnő. Köszönöm szépen, rövid kérdésem lenne még, hogy ugye itt a szolgáltatási szerződés kapcsán felvetődik ez a egy hónapos felmondási idő, de hát most a békesség kedvéért fél évet várjunk, és akkor felülvizsgálhatjuk. Ugyanez a sportpálya átadásával, vagyonkezelésvel történő adásával kapcsolatban is felülvizsgálható egy idő után, vagy most akkor ebben végérvényesen eldöntötte a két fél, hogy adja, nem adja a vagyonkezelésbe ezt az objektumot? Igazgató asszony. Köszönöm, polgármester úr. A szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban én azt mondtam, hogy akceptálom azt az igényt, hogy a PVK-lással továbbra is ezt a tevékenységet. Én itt egy hónapos felmondási időt írtam, 30 napos felmondási időt. Én önöknek azt javasoltam, most, hogy megmarad ez a 30 napos felmondási idő, ne feltételezem, hogy szorgalmi időszak alatt fél évig nem történik változás. Fél évkor tudjuk felülvizsgálni azt, hogy ez most egyébként anyagilag mennyire rentábilis a PVK-nak, illetve szakmailag mi ezzel mennyire vagyunk elégedettek. Itt valóban igaza van képviselő úrnak, én egy szolgáltatást vásárolok, amit egyébként közbeszerzés útján, pályázat útján is megtehetnék. Amire mondtam azt képviselő úrnak az előbb, hogy én annyi garanciát vállalok beépíteni, hogy amennyiben én ezt a szolgáltatási szerződést felmondom, akkor saját dolgozókkal fogom ellátni, és elsősorban ajánlatot azoknak a dolgozóknak teszek, akik jelen pillanatban a PVK keretein belül látják el ezt a feladatot, tehát szeretném azokat a dolgozókat biztosítani, akik most is ott abban az iskolában dolgoznak. Pátyi lakosok, az érzelmi kötődés az sokkal nagyobb az önök részéről is, és én úgy gondolom, hogy nekem is az az érdekem, hogy ha bárki az iskolában bármifajta tevékenységet végez, az pátyi lakos legyen, akinek az adóforintjai ide az önkormányzathoz fognak befolyni. A sportpályával kapcsolatban pedig azt szeretném mondani elnök úrnak, hogy a vagyonkezelési szerződések sem egy kőbevésett dolgok, hogyha bármikor úgy dönt a képviselőtestület, hogy valamilyen oknál fogva ezt az ingatlan részt nekem átadja, pályázattal együtt fenntartási időszakban, mert akkor magát a pályázatba is be kell lépnem, be kell jelentenünk, hogy fenntartási időszakban közösen készítjük a beszámolási, vagy a beszámolási kötelezettségünknek közösen teszünk eleget.
engem fog terhelni ennek minden ódiuma, ami a pályázattal kapcsolatos, de akár visszatérítési kötelezettség is. Tehát, hogyha önök úgy gondolják, hogy módosítsuk ezt a vagyonkezelési szerződést, egészítsük ki egy fél év múlva, vagy két hónap múlva, vagy bármikor, akkor ennek nincs akadálya. Említettem talán önöknek, hogy Érdel 2012. decemberében kötöttem meg ezt a vagyonkezelési szerződést. Benne lévők azok valóban jogszabályi hivatkozások, jogászok állították össze, és azóta körülbelül 16-szor módosítottuk ezt az érti vagyonkezelési szerződést, mert hogy valami mindig változott benne, vagy valamit szeretett volna másként, vagy máshogy az önkormányzat, ilyenkor ugyanezt a procedúrát lejárjuk, és a vagyonkezelési szerződésnek csak a A pontját, B pontját, vagy bármelyik részét módosítjuk, és ezzel kiegészítjük, és azt is a földhivatalnál bejegyeztetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó, akkor kezdjünk el szavazni. Érkezett ez a módosító javaslat. Bár ennek megmondom még egyszer, hogy most per pillanat nincs értelme, ennek lesz értelme, hogyha itt megkötjük a szerződést a tankerülettel, és időközben bármikor akár a testület, akár a tankerület, hogy változtassunk rajta, akkor van értelme. Így ilyen formában nincs. De azért fölteszem szavazásra, illetve mielőtt szavazunk, mivel igen fontos döntésről szavazunk, ezért kérem, hogy név szerinti döntés legyen, szavazás legyen. Először szavazzunk akkor erről. Kilenc igennel, és akkor először aki egyetért ezzel a módosító javaslattal. Igen. Csak annyit az ügyben, hogy általában az gyakorlat, hogy ilyenkor név szerinti szavazást kérünk. Ez teljesen normális dolog. Egyébként név szerint szavazunk, ki van írva minden. Köszönöm. De hogy is? Az nem jelenik meg a jegyzőkönyvben. Jegyzőkönyvben nem jelenik meg, értem? Ja, igen. Bocsánat, igen, csak azért van ott látszik, hogy ki hát mire. Az egy dolog, jó. De jó, bocsánat. Így van külön. Jó, tehát akkor most arról szavazunk, hogy ez a módosító indítvánnyal, aki egyetért, az szavaz igennel. Ez egy komplett határozati javaslat. Gyere már be ebbe az utcába, rendes. Ja, bocsánat, köszönöm. Mehet, igen. Székely László? Nem. Szabó István? Nem. Dr. Bognár András? Igen. Gábor Ákos? Igen. Dr. Monostori Ernő? Igen. Sági György? Igen. Somogyi Karpas Tamás? Legközelebb legyen rajta dátum, nem. Szeg Zsolt? Igen. Igen. Temes Szent András Ibrahim? Nem. Akkor nincs tovább értelme. Jó, hát akkor még szavazunk, ugyan... Ja nem szavazunk. De igen, mert ez a vagyonkezelési szerződésre vonatkozott. A megállapodást meg kell szavazni. Ja, ez a vagyonkezelésbe igen. Változik így. Jó, akkor az egyes határozati javaslatról szavazunk. Itt a megállapodásról van szó, és akkor... Aki egyetért vele, az igennel szavaz. Igen, úgy megy. Székely László. Igen. Szabó István. Igen. Dr. Bognár András. Nem. Gábor Ákos. Igen. Dr. Monostori Ernő. Igen. Sági György. Igen. Somogyi Farkas Tamás. Igen. Szej Zsolt. Tartózkodik. Nem eszentanulási Gábor. Igen. Egy nem, egy tartózkodással elfogadtuk. A kettes határozati javaslatot... A kettes határozati... Hogy?
Az első határozati javaslat az a megállapodásról szólt. Legyetek szívesek csöndbe maradni, és inkább akkor szóljatok, hogyha nem. Tehát a kettes határozati javaslatról fogunk most szavazni, a vagyonkezelési szerződésről. Hogy? Álljunk meg. Jó, akkor egy 5 perc szünetet rendelek el, mert ezt most meg kell nézzük. Megkérem a aljegyzőasszonyt, hogy mondja el, hogy mi a helyzet. Történt egy kis probléma itt a módosító indítvánnyal, amit ugye itt az ülés előtt megkaptunk. A módosító indítvány az arról szól, hogy akik ezt a módosító indítványt benyújtották, azok támogatják a vagyonkezelési, a Klebersbergi Intézményfenntartó Központ érdi tankerületével kötendő vagyonkezelési szerződést az alábbi módosítással. Az első, második pont helyébe a következő lép. Egyetlen probléma van, ezek, amiket a benyújtók módosítani akartak, ez nem a vagyonkezelési szerződésbe szerepel, hanem a megállapodásba, tehát a beadvány nem létező célra irányul, tehát ezt meg kellene fogalmazni, tehát igazából azt gondolom, hogy az első szavazás így érvénytelen, mert ez nem beemelhető, ez nem a vagyonkezelési rész. Hogy tegyük érvényessé? Hát a szavazás sehogy. Most már sehogyan, de ez a módosító indítvány egy lehetetlen célra irányul. Tehát olyat módosít, ami nincs abban a szerződésben. Azon is valóban a megállapodás tehát ezt, van igen. A megállapodás. Hát nem mindegy, igen, mert viszont erről szavaztunk, tehát ezt egy olyan dologról, ami nem létező ebben a megállapodásban. Én értem a szándékot, csak akkor legyen egy olyan módosító, de számít a szándék, hogy ne számítanak, csak legyen egy olyan szándék, ami olyan módosítására igény irányul, amit lehet módosítani. Hát, bocsánat. És ezt most megteremtettem. Igen. Igen. Nem én mondom, polgármester úr. Jó, köszönöm szépen. Valóban itt elírtuk ezt a dolgot, itt nem a vagyonkezelési szerződést kellett volna beírnunk, hanem a megállapodás és a megállapodás tartalmának az első kettője, ez valóban így van, ez el lett írva, így van. Így van. A vagyonkezelési szerződés helyett a megállapodás főcímű megállapodás tartalma negyedik pont. Első kettője, így van. Ez igaz. Jó, tehát ezen az alapon ez a módosító javaslat. Az úgy nem, valóban nem ez rossz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy szavazzunk a 1-es és a 2-es határozati javaslatról. Ott is nyilvánvalóan, aki nem ért egyet ezzel, az ugyanúgy kinyilváníthatja a véleményét. És legközelebb megfigyeljetek arra, hogy hogyan adjatok be. Hát de jogod van nem szavazni. Hát akkor, hát most hát nem szavazol, ha nem értesz vele egyet, akkor nem szavazod meg. Kész. Tehát, akkor az előző két szavazás az érvénytelen volt. Tessé? Szerintem érvényes volt ez a szavazás, amit most tettünk a vagyonkezelésre gondolva. Nem, most azért, hogy tisztán lássa mindenki, hogy miről szavazunk, az eredeti megállapodás az, amit fölteszek egyes határozati javaslatba, és aki ezzel egyetért, az igennel szavazzon. Székely László. Igen. Szabó István. Igen. Dr. Bognár András. Tartózkodom. Gábor Ákos. Tartózkodom. Dr. Monostori Ernő. Igen. Sági György. Tartózkodom. Somogyi Farkas Tamás. Nincs, elment. Szejzsor. Tartózkodom. Temes Szent András Gábor. Igen. Jó, nem fogadta el a testület, akkor a 2-es határozati javaslatról szavazzunk. Ez a vagyonkezelési szerződésről szól. Székely László. Igen. Szabó István. Igen.
Dr. Bognár András. Tartózkodom. Gábor Ákos. Igen. Dr. Monostori Ernő. Igen. Sági György. Igen. Szent Zsolt. Tartózkodom. Temes Szent Andrási Gábor. Igen. Jó, akkor ezt elfogadta a testület, a megállapodáshoz meg nem került, nem fogadta el a testület. Köszönöm szépen. A megállapodás a vagyonkezelési szerződéssel együtt lesz érvényes, tehát a megállapodásban akkor további tárgyalások szükségesek a képviselőtestület részéről, hogy ezt meg tudjuk kötni, mert anélkül ugye okafogyott egy vagyonkezelési szerződés. Jó, a harmadik napirendi pontunk döntése a 2017 évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. Itt két határozati javaslat van, az egyik, az első az az eredeti, ami már a testület elé került egyszer, a második pedig az egy módosított, amit a pénzügyi bizottság vezetője javasolt. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel észrevétele vagy kérdése. Monostori Ernő, parancsolj. Köszönöm szépen. A megelőző november 28-ai testületülésen, illetve pénzügyi vagyonkezelési bizottság ülésén a belső ellenőrrel sikerült egy alapos beszélgetést folytatnunk. Ennek keretében az új tagok megismerkedtek a belső ellenőrrel, mi megismertük az ő álláspontját a belső ellenőrzés technikáját, módszertanát tekintve. Elmondta, hogy az egyes belső ellenőrzési vizsgálati tételek alatt ő mit ért, és összességében megegyeztünk abba, hogy végül is ezek a belső ellenőrzési vizsgálati tételek valóban vizsgálatra szorulnak, és egyetértés született ebben a kérdésben. Abban is egyetértés született, hogy ő nem tett utóellenőrzési javaslatokat. Ennek érdekében, amikor megismerjük az előző évi, tehát 2016-os vizsgálati eredményeket, akkor közösen vele teszünk javaslatot a képviselőtestületnek arra, hogy 17-ben milyen utóellenőrzéseket végezzen. Ezen utóbbi tétel miatt tettük ezt a kiegészítést, mert így kerek a dolog, tehát hogy elfogadjuk a belső ellenőrzési ütemtervet, ugyanakkor a utóellenőrzési tételekre későbbiekben 2017 elején terjesztünk egy javaslatot a belső ellenőrrel közösen a testület elé, hogy azokat kellene majd még vizsgálni. Ez a különbség a kettő Igen. között. Kérem ennek az elfogadását. Jó, tehát a képviselőknek mondom, hogy vagy az egyest fogadjuk el, vagy a kettest. Én, mivel a pénzügyi bizottság vezetője tette ezt a módosító javaslatot, én először az övét teszem föl szavazásra, aki egyetért a kettes határozati javaslattal, azt kérem az igen nyomja. Hét igennel elfogadtuk, mert közben a Szabó István is elment. Köszönöm szépen. És akkor még a Temes Szent Andrási Gábornak megadom a szót így napirenden kívül. Köszönöm szépen. Egy sport lehetősége, vagy sporttal kapcsolatos dologra. Jó, akkor bezárom a testületi ülést, és utána megadom a szót Temes Szent Andrási Gábornak.